interrégió vonat érkezik Győr felől a második vágányra, és indul tovább a Posvárra. Alsógyenes, Benék, Puszta, Mária szőlőtelep, Puszta Berény, Tatárvár és Kaposfüred kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatra kerékpárhely foglalása kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a Balaton-Szentgyörgy-Fonyód és a Fonyód-Kaposvár vonalszakasz Balatonberény, Mária hullámtelep, Balatonfegyves alsó, Alsó Béla telep, Béla telep, Öreglak, Somogyvár, Pamuk, Somogyjád, Várda és Kapos-Tüskevár megállóhelyein. A személyszállító vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha a felszálló utas vagy a leszállási szándékot is bejelentik. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Tájékoztatjuk az utazó közönséget és a vonatra várakozókat, hogy a menetrend szerint 14 óra 19 perckor Kaposvár felől érkező és Győrbe tovább induló Helikon Interrégió vonat előreláthatólag 5 percet késik. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket. Személyvonat indul Tapolcára, a Balatongyörök megállóhelyen áll meg. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. Interrégió vonat érkezik Kaposvár felől a második vágányra, és indul tovább Győrbe. Csak Balatongyöröd, Balatonederics, Tapolca, Sümeg, Jánosháza, Celdömölk, Ápa, Baszar, Szerecse, Győre, Tét, Győr-Szabadhegy és Győr-Gyárváros állomásokon áll meg. A vonatra kerékpárhely foglalása kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!